Hello, ebben a videóban egy Nintendo Switch-et fogok megjavítani. Mint látható, ezt is elérte a Blue Screen of Death, ami annyit tesz, hogy a SoC-t vagy a ROM-okat újra kell golyózni, ribollozni, ha jobb tetszik. Lássunk is neki. Kikapcsolom. Megvizsgálom a Joy-Con-okat, eléggé jó állapotúnak tűnnek. Poros. De hát mit várunk egy ilyen öreg konzoltól? Hibát találtam. Itt a SD kártya olvasónak a csatlakozóján megsérült pár pin, szóval ezt majd ki kell cserélni. Szétszedtem. Ideje letakarítani a hűtőpaszta nyomokat. Ez az az ominózus SoC, amit újra kéne golyózni, de előtte megpróbálkozik egy riflóval, hátha. Tudom, hogy egy ilyen vékony alaplaphoz az előmelegítő az indokolatlan, de jobb félni, mint megijedni. Emtek Fluxot használok, ami szerintem a legjobb. Tudom, hogy a hőmérsékletek kicsit magasnak tűnnek, de ez mind azért van, mert itt még nem volt bekalibrálva a hőlégfúvóm. A Reflow kész. Hagyjuk, hogy szép lassan lehűljön. A flux nyomokat letakarítom. És most jöhet a teszt. Igen, most black screen mutat, ez mind azért van, mert voltam olyan ügyes és okos, hogy nem kötöttem rá a háttérvilágítás szalagkábelét. Így azt hittem, hogy elrontottam a riflót, úgyhogy most szétszedem és nekiesek a ribolnak. Na hát ennek a lepottyanásnak később lesz még szerepe. Sikerült lelöknöm kettő kondenzátort, amit kamerán kívül pótoltam. Most ónharisnyával a fölösleges, ólommentes ónt szivatom föl. És a SoC-ról is leszivatom a ólommentes ónt. Ez itt a stencil, pontosan beigazítva, ahogy kell. Ez a felvétel egy másik Nintendo Switch projektemből vágtam be, mert a ribólozás folyamatát
ehhez a projekthez elfelejtettem felvenni, de itt a pótlás. Most egy kicsit megkapargatom, így minden golyó nagyjából egy szintre kerül, és küldök rá egy második réteg forrasztópasztát, hogy tényleg tökéletes legyen az eredmény. Találtam egy sérült forpedet, és itt is. Ez mondjuk kicsit bonyolultabb volt pótolni, és sikerült lelöknöm még több pedet. Ez UV forrasztás gátló maszk. Ezzel rögzítem a pedeket a helyükre. Hőlékfúval kicsit megszárítom, hogy gyorsabban kössön, és egy késsel a felületét megkapirgálom, hogy egy szintre kerüljön. Itt van az a lelökött kondenzátor. Tökéletes. Izopropanollal megtakarítom, előmelegítem, és Amtec Fluxot használva előkészítem a forrasztásra. Igen, precíziós és bonyolult művelet beilleszteni a eszószit a helyére, mert a Nintendo nem jelölte fel a helyét. És én mielőtt levettem volna, nem jelöltem be, úgyhogy sokat kellett lögdösni, mire tökéletesen a helyére ment. Ideje az LCD flex kábelét, vagyis hát az FPC csatlakozóját kicserélni, mert a szétszedésnél sikerült azt is szétbarmolni. Ez az SD kártya csatlakozója. Véletlen lelöktem azt a pici ellenállást, nem baj, visszaraktam a helyére. Vadi új SD kártya olvasó. Végig tesztelem az összes lábot, hogy sikerült-e normálisan odaforrasztani. És jöhet a próba ideje. Ez itt az eMMC flash memória. Akkumulátor. És nézzük, sikerült-e. Halkan jelzem, még mindig nincs rákötve a háttérvilágítás szalagkábele, és mint láthatjuk, tökéletesen elkezdte felvenni a töltést. A keret az sajnos el volt törve, úgyhogy rendeltem egy másikat, és most ezt fogom kicserélni. Alaplap ki. Ventilátor, bekapcsológomb, és annak a gumija. Kapcsolók. Kicsit megmelegítem a ragasztót, hogy könnyebben oldódjon. Thank you.
két oldalas ragasztóval fogom rögzíteni vissza a touchscreen-t. Ez itt a sorozatszám. A szétszedésnél sikerült a bekapcsoló gomb flex kábelét is szétbarmolnom, úgyhogy most ezt javítom. Nice and shine. Most mikroszkóp alatt ellenőrzöm a forrasztások minőségét. Minden jónak tűnik. Úgyhogy ideje megtakarítani ezt a kis hőpajzsot és újra pasztázni. Az MX6-ot jobb szeretem, mint az MX4-et, mivel sokkal viszkózusabb és így nehezebben szárad ki. LCD flex kábel. Ez a hűtőcső. Ezt is megtakarítom és újra pasztázom. Kártyaolvasón némi korrodációt találtam, úgyhogy ezt izopropanollal kicsit megtakarítottam. Ide is nyomunk egy kis hűtőpasztát, hogy a fém backplate is hűtse a rendszert. Úgy döntöttem, rendelek hozzá egy új SD kártyaolvasót, mert a régi elég ramagy állapotban volt. Átlap. Ezt nem cseréltem le, csak kicsit megtakarítom. És bekapcsolt. Azért nincs örömújongásom, mert kamerán kívül én már egyszer bekapcsoltam, frissítettem a szoftverét, átállítottam a nyelvet, mert eredetileg japán nyelven volt, hát igen nehéz volt megtalálni, hogy hogy lehet angolra átállítani. Ezek itt a Joy-Con-ok. Ideje ezeket kicsit kipofozni, mert sajnálatos módon mindkét Joy-Con-nak az analóg stickje driftel. Vannak az új Joy-Con-oknak a... mármint az új Joy-Con analógok. Szerencsére nem nehéz szétszedni őket. Szerencsére az akkumulátoraik, igen. Jó állapotnak örvendek, úgyhogy azt se kellett kicserélni. Így érzésre is eléggé lötyögös. Sokkal jobb. Ezt a műveletet meg kell ismételni a másik Joy-Conon, de mivel minimálisan tér el a belső helye, úgy gondoltam nem veszem föl még egyszer, úgyhogy ez kész. Szép és tiszta, ahogy kell. Szemfülesek észrevették, hogy itt a Joy-Conoknál az analóg még nincs kicserélve. Ez azért van, mert a tesztelést hamarabb vettem föl, mint a Joy-Conoknak, a analógiának a javítását.
A hangja egész jó. Köszönöm, hogy megtekintetted ezt a videót. Remélem, hasznosnak találtad. Hello.